mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. 176 évvel ezelőtt, ugyanezen a napon, néhány száz méterre innen, a Bilbasz kávéházban, néhány magyar fiatal, Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Tompa Mihály, Irinyi József, Korányi Frigyes és társai álmodtak egy új világot, egy új hazát. Egy olyan országot, amely a magyar nép számára a földi paradicsom lehet. Ahol egy felelős, elszámoltatható kormány irányítja a közügyeket. Ahol szabad a sajtó, és nincs cenzúra. Egy olyan hazát, ahol megszűnnek az úrbéri viszonyok. Ahol mindenki egyenlő, törvényi és vallási tekintetben. Egy olyan országot álmodtak, ahol a bíróságok függetlenek, és ahol a Nemzeti Bank az ország érdekében működik. És ahol a legfontosabb négy szó a béke, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség. A márciusi ifjakat eleinte senki nem vette komolyan. Kinevette őket a helytartó tanács Pesten. Kinevették őket a császári udvarban, Bécsben, Párizsban, Londonban, és talán még Szentpéterváron is. De a márciusi ifjak hittek az igazukban, és tisztában voltak vele, hogy a leghosszabb és a legnehezebb út az első lépéssel kezdődik. És mi történt? Néhány napon belül az egész nemzet a fiatalok mögé állt, és rövidesen a nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott. Pár héten belül pedig egész Európán végig söpört a forradalom lángja, és az emberek fellázadtak az elnyomás, a hazugság és az önkény ellen. Bécsben, Párizsban, Szicíliában, Milánóban és Prágában is. Hol néhány napig, hol néhány hónapig szabad levegőt szívhattak az emberek, és ugyanaz elnyomó hatalom, a korrupt rendszer, a legtöbb helyen végül véres csatákban leverte az a szabadságjogaikért küzdő embereket, de már sohasem lehetett visszazárni a palacba a kiszabadult szabadság szellemét. Az 1848-as forradalmárok barátai példát mutattak összetartásból. Leképezték az egész magyar nemzetet. Voltak közöttük katolikusok, reformátusok, evangélikusok, ortodoxok, zsidók és ateisták. Voltak royalisták és köztársaságpártiak, liberálisak és konzervatívok, és a többségi magyarsággal együtt küzdöttek az elnyomó hatalom ellen a svábok, a rácok, a szászok, a tótok és részben a románok is. Kossuth Lajost és Széchenyi István sok tekintetben egy világ választotta el, de a fő célokat tekintve ők is, a márciusi ifjak, az aradi vértanú és a magyar nemzet többsége bizonyos nemzeti minimum mentén együtt tudott dolgozni. Mindannyiuk közös célja pedig egy szabad, modern, szuverén, európai Magyarország létrehozása volt. Hősei a bátorságon túl példát mutatnak nekünk összetartásból. Hogy származásra, világnézetre és társadalmi rangra tekintet nélkül a legfontosabb összekötő kapocs a magyar nemzethez való tartozás. Megtanították nekünk, hogy sosem szabad elveszíteni a reményt. Hogy sosem szabad elfogadni, hogy valamit nem lehet változtatni.
Mutassuk meg, hogy mi konzervatívok, polgári demokraták, szociáldemokraták, liberálisok, elsősorban magyarok vagyunk. Mutassuk meg, hogy közösen képesek vagyunk megváltoztatni hazánk jövőjét, és egy szuverén, polgári, modern, európai Magyarországot építeni. Hiszem és tudom, hogy a magyarok többsége egyetért velem abban, hogy Magyarország nem a Rogán Antalok, nem a Tiborcz Istvánok, nem a oligarchák, és még csak nem is a Törökország. Hanem a Hunyadiak, az Arany Jánosok, a Márai Sándorok és a Rudas Patyik hazája. Kedves barátaim, mondjuk ki, hogy semmi sem mehet úgy tovább, mint az utóbbi 30 évben. Úgy van! Morális, politikai és gazdasági válság van Magyarországon. A magyar emberek többségének megingott a bizalma az országot 30 éve irányító teljes politikai elitben. Saját hűbérbirtokokként kezelő kormányzati szereplőknek és a szintén kompromittálódott ellenzéki politikusoknak. Nem kérnek a felesleges ideológiai és társadalmi megosztottságból, és az egyre többen ismerik fel, hogy a politikusok által mesterségesen létrehozott árkok és viták csak a hatalomjár működését és a nemzeti vagyonnak a szűk, haveri és családi körnek való átjátszását hivatott elsőni. Hova is jutottunk? Mit köszönhetünk a magyar politikai elitnek és a hozzájuk tartozó oligarcháknak? A 20 évvel ezelőtti uniós csatlakozásunk óta több 10 000 milliárd forint uniós pénz érkezett a hazánkba. Ennek a pénznek a feléből újjáépítették a II. Világháborúban borigrombolt Németországot, és létrehozták Európa vezető gazdasági hatalmát. Nálunk mi történt? Egy évtized alatt az uniós támogatások ellenére hazánk az unió második legszegényebb és a legkorruptabb országa lett. Eközben kialakult egy kör, ahova csak 100 milliárdos vagyonnal lehet bekerülni, ahol összefonódik a politika és a gazdaság, ahová ellenőrizhetetlenül vándorolnak nemzeti kincseink, szállodák, cégek, termőföldek, Balatonpart, autópályák, repülőtér, és reggelig lehetne még sorolni. Miközben a magyar kis- és középvállalatok és gazdák egyik napról a másikra igyekeznek túlélni valódi támogatás nélkül, addig a kormány milliárdos támogatásokkal csábítja hazánkba a globális nagytőkét, és alakítja egyre inkább a multinacionális nagyvállalatot összeszerelő gyarmatává hazánkat. Olyan cégeket csábítanak Magyarországra, amelyeket nem érdekli sem a magyar emberek egészsége, sem a környezete, sem a jóléte. Nem érdekli őket sem a földjeink, sem a levegőnk, sem a vizeink tisztasága. Csak egy dolog, a profit. Ígérem nektek, hogy nem fogjuk hagyni,
hogy pillanatnyi haszonszerzés véget érdekében kiárasítsák a gyermekeink és az unokáink jövőjét. Két ilyen ciklus már elpazaroltunk. Nem felzárkóztunk, leszakadtunk. Már csak egy ilyen ciklus van. Ha ezeket a forrásokat sem tudja egy felelős kormány, a magyar emberek érdekében, tisztán a gazdaságot, a magyar vállalkozókat, KKV-kat érdemben támogatva felhasználni, akkor barátaim, Magyarország végképp a legszegényebb európai nemzetek között marad, természetesen a leggazdagabb oligarcha réteggel. Hol vannak a hiányzó pénzek? Ellopták! Magántőke alapokban, jachtokban, külföldi számlákban, töredék állunk hiányosított nemzeti vagyontárgyakban. Épp ezért az első és legfontosabb lépése kell legyen az új kormánynak, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Nem távozik, levágjuk a jelenlegi legfőbb ügyész, hogy a vállalkozóság politikai befolyástól mentesen végezhesse a munkáját. Az Orbán kormány egyik legfontosabb üzenete a családok támogatása. Mégis a tavalyi évben született a rendszerváltás óta a legkevesebb gyermek hazánkban. Ha hinnénk a közpénzmilliárdokból működtetett propagandának, akkor azt hihetnénk, hogy most óriási sikereket ért el a Fidesz ezen a területen. Ezzel szemben a valóság az, hogy hiába az állami hitelprogramok, a folyamatosan változó támogatási formák, a negatív spirálból nem sikerült kitörni. Ennek egyik oka, hogy hiányzik a több százezer külföldre távozott honfitársunk, és a külföldön megszülető magyar gyermekek tízezrei. Lassan visszafordíthatatlanná válik Magyarország előregedése, és ha így haladunk tovább, 20-30 év múlva a magyar vidék kisfalvai elnéptelenednek. Ahhoz, kedves barátaim, hogy a fiatalok komolyan megfontolják a gyermekvállalást, és a megszületendő gyermekekért felelősséget tudjanak vállalni, először saját jövőjükben kellene bízniuk. Hogyan is várhatnánk ekkére pozitív fordulatot, amikor évente több tízezer fiatal dönt a külföldre távozás mellett? Ugyan áthatjuk magunkat azzal, mint a kormány, hogy a nagy részű tapasztalatot és anyagi biztonságot szerezve pár év után hazatér. De sajnos a statisztikák nem ezt mutatják. Ahhoz, hogy a fiatalok életük legszebb kalandjába belevágjanak, és gyermekvállalásba vágjanak, a boldog párkapcsolat mellett elsősorban egy békés, élhető országra lenne szükség, ahol stabilitás és kiszámíthatóság uralkodik egy inspiráló jövőképpel. És körülményei is kiemelten fontosak. Mit tett ezen a területen a kormány? Eltörölte a szabad orvosválasztást, mintha a szülés olyan lenne, mint egy vakbélműtét. Hogy történhetett ez? Úgy, hogy amint az életünk minden aspektusáról, még a szülés szabályozásáról is,
őszülő halántékú, nyugdíjas korú, pocakos férfiak döntöttek. Semmi nevében a szakma és a szűnés előtt álló hölgyek javaslatai, kérései. Jó példa ez arra, hogy ugyan a családpolitika a legfontosabb területe a 11 éve felett nálunk regnáló kormánynak, de részsikereken kívül csak folyamatosan romló számokat, fogyó magyarságot tudnak felmutatni. Az új politikai erő egyik legfőbb célja lesz a társadalom bevonásával olyan szabályozást, olyan életlehetőségeket kialakítani, ahol a fiatalok mernek és akarnak gyermeket vállalni. Legfontosabb elemei egy grandiózus bérlakásépítési program mellett a szülés körülményeinek optimalizálása és az édesanyáknak a munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése lesz, és természetesen a közös, kiszámítható jövőbe vetett hit visszaállítása. És az egészségügy két másik kulcskérdés, ahol azonnali és radikális változásra lesz szükség. Mindenki egyetért abban, hogy minőségi oktatás és egészségügy nélkül nincs magyar jövő. Tarthatatlan, hogy a magyar kormány minden érdemi párbeszédtől elzárkozott a tanárok, a diákok és a szülők képviselőivel. Soha nem látott mértékben devalválódott a tanári szakma megbecsültsége, ellehetetlenítették a sztrájkhoz való jogot, és eközben a magyar diákok teljesítménye évről évre egyre romlik a nemzetközi felmérésekben. A kormányzati propaganda olimpiai nemzetről beszél, és mindennapos testnevelésről. Eközben a fideszes érdekkörben lévő iskolai étkeztetés vállalhatatlan minőségű ételekkel eteti a gyermekeinket napról napra, és ennek is köszönhetően a magyar fiatalok a legelhízottabbak Európában. Követeljük a teljes oktatási rendszer reformját, az új szabályozás előkészítésébe a szakmai szervezetek bevonását és minden érintett meghallgatását. Sok minden nem is a pénzről kellene, hogy szóljon ezen a területen, hanem az odafigyelésről, a jó szándékról. És nem lenne szégyen néha a jól bevált külföldi példák átvételesen. Ha valaki oktatásért felelős államtitkárként vagy miniszterként nem képes belátni, hogy ma már nem a poroszos, lexikális tudásra építő oktatási modell, és a késő esti tartó leckeírás szolgálja a gyermekeit, és ezzel az országunk jövőjét, akkor bizonyosan alkalmatlan feladatára. Ígérem nektek, hogy az új kormány egyik kiemelt feladata lesz az oktatás szabadságának és a tanárok megbecsültségének visszaállítása. Kritikai szemléletmódra képes fiatalokat fognak képezni a magyar iskolák, vagyis a való életre fogjuk őket képezni. És gondolom nem meglepetés, hogy második lépésként ismét létrehoztuk az önálló oktatási és kulturális minisztériumot. A szociális szférában uralkodó áldatlan állapotokról talán senkinek sem kell beszélni, aki Magyarországon él. Alulfizetett ápolók, túlterhelt orvosok,
hosszú várólisták, a fiatal, jól képzett orvosok külföldre távozása, betöltetlen háziorvosi és szakorvosi praxisok, sok helyen középkori ispotályhoz hasonló állapotok. A megelőző szűrések és az egészséges életmódra nevelő kampányok teljes hiánya. Itt is a 24. órában vagyunk. Az egészségügy gyökeres átalakítása, az úgynevezett orvosvárok leváltása nem várhat egy percet sem, mert mindenki...